Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy egyszerű terminálos megoldást szeretnék bemutatni. Gyakorlatilag, hogyha magyar nyelvre van beállítva a géped, akkor a hibajelek egy része magyarul fog megjelenni. Hogyha te hibát keresel, hibára megoldást keresel, természetesen interneten a magyar megfelelők elég ritkán szoktak előfordulni, kényelmesebb, hogyha angol megfelelőt találunk, azt adja ki a gépünk. Ilyenkor nincs más feladatunk, mint átállítani a rendszerünket ideiglenesen angol nyelvre, így a kimenet az angolul fog megjelenni, a világon mindenki tud neked segíteni, aki akar és azonnal fórumon van, hiszen megérti a hibának a lényegét, a hiba kiírás ugyanolyan lesz, mint egy angol nyelvű gépen. Nézzük is meg, miről beszéltem. A Da Vinci-t próbálom feltenni, gyakorlatilag az a leírás a Nobara-ba, egy operációs rendszerbe, egy Linuxos rendszerbe, hogy ez alapból működik, hát nem működik. A hibakeresést elkezdtem, nyilvánvalóan magyarra van beállítva a gépem, nézzük is meg, mi a probléma. Hogyha én ezt, hogy szegmentálási hiba, kór készült, elküldöm valakinek, ő nem fogja érteni, kivéve a magyarok természetesen, így érdemes lesz ezt átállítani angolra, és akkor már mindenki megérti, hiszen a számítás technika nyelve angol, nézzük is meg, hogyan történik ez. Megmondjuk neki, hogy egy változott, az LC aláhúzás OLL, állítsa át C-re, akármilyen nyelvre átállíthatod, természetesen, hogyha az a kedvenc dolgot, németre, oroszra, kínaira, akármire, hogyha olyasmire szereted, de általában ez a C megoldás jó, hiszen angolra fog átváltani. Leentereztem, semmi nem történik, előhívjuk ugyanazt a parancsot, illetve azt a program futtatását és a kimenetet, és elindítom, és itt alul lehet látni, hogy ő bizony azt írja ki, hogy angolul van. Szuper! Egyszerű, így már el tudom küldeni a hiba jelentést, így már mindenki érteni fogja a kimenetet. A következő gondolat, nyilván én szeretném visszaállítani magyarra a terminálnak a nyelvét, hát bizony akkor rezetelni kell az előző parancsot. Megmondjuk neki, hogy legyen szíves unsettelni, tehát rezeteljen neme beállítottá tenni az LC aláhúzás OLL változott, és leenterezzük, alapértékre vissza fog állni. Nézzük is meg, hogy magyarul szól hozzánk, és elindítom, és ő már rögtön azt írja ki magyarul, hogy ez bizony egy szegmentálási hiba, és erre kellene valami megoldást keresni. Remélem sok embernek segített, hogy a megfelelő nyelven, az adott fórumon elvárt nyelven tudja a hibajeleket, hibakimeneteket, hibajelzéseket megadni, így talán többen segítenek neki a problémájában. Köszi szépen, sziasztok!